A második előadás is Teltház előtt zajlott Pécsen a Kodály Központban. Az idei zeneszület fesztivál kiemelkedő produkciója Giacomo Puccini Tosca című műve, hozé kurá részvételével. A világhírű tenor nekes Mario Cavaradossi szerepébe lépett színpadra. What we are doing here... Ez egy színházi csoda, amit most létrehozunk, ugyanis a Magyar Állami Operaház társulatával, a szólistákkal mindössze három napot tudtunk próbálni. Ez nagyon intenzív, szoros, feszített tempójú munka volt. A negyedik napon a kórusok és a zenekar is együtt volt, és így mindent sikerült lepróbálnunk. Ezt a munkát normál színházi körülmények között három-négy hét alatt sikerül összehozni. Ez pedig csak akkor lehet így létrehozni, ha nagyon gyakorlott, profi közreműködőkkel dolgozik az ember. A Magyar Állami Operaház ez a valamennyi résztvevője nagyon tapasztalt profi művész, közreműködő. Ezt a csodás előadást csak így sikerülhetett idehozni, hangsúlyozta a hozék urá. Megtudtuk azt is, hogy nem véletlenül esett a választás Puccini Tosca című operájára. Nagy létszámú kórus csak az első felvonásban van, ezért sikerült pár nap alatt összehozni a produkciót. Ugyanis ha nagyon sok a színpadi mozgás, akkor ennyi idő alatt nem lehet felkészülni egy ekkora hatalmas művel. Stage. Puccini kevés, de nagyon jól felismerhető vezérmotívumra építette fel a művet, mely biztosan mély hatást gyakorol a hallgatóra. Ez pedig így is lett. Mindkét előadás fergeteges sikert aratott a Pécsi közönség előtt. A programot a Félharmonia Magyarország szervezte.